Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi a vérnyomásunk? Kell egyáltalán tudnunk azt, hogy milyen vérnyomásunk van? Talán egy picit statisztikával kezdeném a világban, főleg ugye a világnak a fejlettebb részében általában úgy számítják, hogy a lakosságnak körülbelül 30-35%-ának van problémája vérnyomással, és ez főleg ugye a magas vérnyomásra vonatkozik. Míg Szerbiában ez az arány sajnos 50%, és ezzel Szerbia lakossága az eléggé beteg kategóriába tartozik, mivel ugye nagyon sok embert érint ez az elváltozás. Mindenféleképpen azok az emberek, akiknek valamilyen panaszuk van, tehát akár fejfájásuk, vagy egyéb ilyen testi tünete, az legjobb, hogyha ellenőrizteti a vérnyomását, mert nem biztos, hogy épp a vérnyomása az oka ezeknek a panaszaiknak, amelyek előjönnek, azonban a legegyszerűbb megoldás az, hogyha megméreti a vérnyomását, és ezzel tisztában jön azra, hogy van-e magas vérnyomása, vagy pedig nincs magas vérnyomás. Hogy mennyire fontos ez, hogy a vérnyomása az emberek tisztában legyenek, annál is inkább fontos, mivel hogy a vérnyomást egy csendes gyilkosnak nevezik, mivel fokozatosan emelkedik az embereknél, és miután már emelkedett vérnyomás van, tönkreteszi a vérereket, és azután jönnek azok a másodlagos megbetegedések, amelyek a magas vérnyomás következtében alakulnak ki. Mikor célszerű mérni a vérnyomásunkat, és milyen sűrűn mérjük nyilván, hogy azok, akik panaszmentesek, ugye azok időnként, tehát akár ha valamilyen tünetet éreznek, fejfájásuk van, vagy megismétlődő napokon át tartó különböző nyaki panaszaik, tehát mondjuk nyaki feszülés, nyaki izmuknak a feszülése, esetleg szívdobogás érzése van, netán álmatlanságtól szenvednek, vagy pedig esetleg szédülnek, látászavaruk van. Ezek bármikor megmérhetik, ugye manapság már el eléggé elterjedt a házi, az otthoni vérnyomásmérés. Nos, azok, akik pedig valamilyen gyógykezelés alatt állnak, azoknál az embereknél, ugye ez már bejáródott rutin, leginkább kérik is az orvosok azt, hogy egy ilyen táblázatot vezessenek az illetők azzal kapcsolatban, hogy mikor vannak nekik, és mikor és mennyi a vérnyomásuk, tehát a nap bármelyik szakában. Nyilván ugye, ha valami konfliktus, vagy valamilyen zavar keletkezik a mindennap életükben, és tüneteik jelentkeznek ugye mindenféle kép. Abban az esetben még a bejáródott séma mellett is megmérhetik bármikor. Tehát egy egyszerű vérnyomásmérés, hogyha magas vérnyomást mutat, az még nem biztos, hogy, hogy egy krónikus magas vérnyomásról De. van szó. Én azt is hallottam, hogy nem ugyanaz az ember vérnyomása reggel, mint este. De. Különbség van között. Tehát De. mikor célszerű, hogy mennyi időt kell mérni ahhoz, hogy utána orvoshoz forduljon az ember, vagy kell-e orvoshoz fordulni, és mikor kell? Az álláspont az, ugye, hogy reggel, amikor felébredünk, ugye, akkor a szervezetünk, ugye, mielőtt munkába indulnánk, abban az esetben kezd felkészülni a napra, és mint egy beindulnak azok a stresszhormonok, amelyek felkészítik az egész szervezetet azokra a napi megpróbáltatásokra, amelyek várnak az illetőre. Nyilván, hogy azoknál, akiknél nagyon stresszes az egész minden nap, és nagyon kivannak téve különböző lelki, fizikai megpróbáltatásoknak, azoknál akár már a reggeli órákban is lehet magas vérnyomás. Nyilván, hogy azok, akik később vannak kitéve mindezeknek a problémáknak, később jelennek meg mindezek a tünetek, tehát nagyon egyéni a vérnyomásmérésnek az értéke, ezért legjobb ugye, hogyha megméri reggel az illető, megméri a nap, bár még másik szakában, esetleg a kora délutáni órákban, vagy kora este, és ezeknek az értékeknek az átlagában megállapítható, hogy milyen mértékben van kitéve a magas vérnyomásnak. Ha valaki elmegy orvoshoz azért, mert esetleg otthon, vagy a barátoknál, vagy bárhol valamilyen magas vérnyomás értéket találtak, az orvosnak sem ajánlatos azonnal kiírni valamilyen gyógyszert, ugye ezt a vérnyomást követően követni kell, és abban az esetben ajánlatos gyógyszert kiírni, amennyiben nem sikerül a vérnyomást stabilizálni. Ez azt jelenti, hogy akinél egy ilyen ingadozó, labilis vérnyomás van, annak az illetőnek mindenféleképpen életmód változtatásra van szüksége. Tehát az első lépés mindig a gyógyszerek előtt az, hogy az illető felmérje, milyen életmódot folytat, mennyire van kitéve mindazoknak a problémáknak, amelyek vérnyomás emelkedést okoznak, és ilyen esetben, ha ez eredménytelen, és betartja, nyilván ugye a beteg betartja ezeket a tanácsokat, abban az esetben más megoldás nincs, mint valamilyen gyógyszerrel igyekezni megoldani a magas vérnyomást, ellenben ez már egy olyan karbantartó tevékenység, és en mellett mindenféleképpen mindig az első az életmódnak a változtatása, Hatása, mert az egész betegségnek a kulcsa, az életmódnak a vitele, tehát a beteg annélkül se gyógyszer se nélkül nem tudja megoldani a betegségének a problémáját. Fiatalok körében, hogyha véletlenül egy ilyen gyógyszeres kezelése van szükség, akkor pánik alakul ki, hogy talán egy élet már gyógyszerek hatása alá kerül, tehát vérnyomás csökkentő gyógyszerek hatása alá kerül abban az esetben, ha valaki vérnyomás csökkentőket kénytelen szedni, ez azt jelenti, hogy egy életen át kell ezzel a gyógyszerrel kell élnie? Elvileg igen. Tehát ezért ugye, amit az előbb már említettem, tehát az életmód változtatás, hogyha sikerül és betartja az illető és mindenféleképpen ahhoz alkalmazkodik, akkor gyakorlatilag az életéből kiiktatja mindazokat a faktorokat, amelyek magas vérnyomáshoz vezetnek. Ez ugyanúgy vonatkozik fiatalra, középkorúra, akár idősre is, azzal, hogy az időseknél, idősebbeknél még hozzá csatlakoznak bizonyos érelváltozások, és ezek az érelváltozások is változtathatnak a magas vérnyomás értékén. Tehát függetlenül attól, hogyha fiatal vagy középkorúnál jelentkezik a magas vérnyomás, mindenféleképpen nagyon tüzetesen és alaposan át kell nézni az életmódot, mert Amennyiben az életmód kiváltja a magas vérnyomást, abban az esetben akár életfogytiglan rá lesz kényszerítve a gyógyszerek szedésére, mivel nem tudja megoldani mindazokat a provokáló tényezőket, amelyek a vérnyomását megemelik és a betegségét kiváltják. Hát ezek már nem a tüneteknek a, a megoldása, hanem tulajdonképpen csak kezeljük a problémát ezzel az esetben. Éh. Nagyon divatosak manapság a homeopátiás készítmények. Ilyet tudunk-e használni magas vérnyomást. A magas vérnyomást ugye az életmód, tehát azok a feszültségek, azok a konfliktusok, azok az aggodalmak. A különböző megpróbáltatások, a konfliktusok megoldásának képtelensége, a munkába való menekülés, a legkülönbözőbb feszültségek, ugye amelyek az embert napról napra élik, a bizonytalanság, ugye a mai világban az emberek bizonytalanságban élnek. Ezek olyan momentumok a na mindennapi életben, hogy kiváltják a szervezetben az állandó felkészültségnek az állapotát. Ez azt jelenti, hogy az illető, ahogy elkezdi a munkáját, vagy a napi életmódját elkezdi folytatni, már egy olyan kitettségnek van kirakva, ugye, tehát, ami állandóan magas vérnyomást, vagy megemelkedett vérnyomást eredményez, mivel csak így tudja elvégezni azokat a feladatokat, amelyek napközben várnak rá. Miután lezajlott egyik föl a munkanapja és hazamegy, ugye, otthon ilyen felfokozott lelkiállapotban családi problémák a konfliktusokkal találhatja magát szembe, és ilyenkor esetleg még tovább növekedik ez a konfliktus megoldási képtelenség, ez mind oda vezet, hogy a magas vérnyomásra szüksége van. Tehát az ilyen embernek 50%-a Szerbiában a lakosságnak ilyen, a szervezet úgy tud ezeknek eleget tenni, úgy tudja a munkáját elvégezni, hogy az illetőnél állandóan magas vérnyomásra van szükség, vagy legalább és magasabb vérnyomásra, mint a normális. Na most, ilyen esetben, ugye, más megoldás nincs, mint hogy ha nem tudja az illető ezeket a problémáit megoldani. Abban az esetben gyógyszere van szükség. Na most, hogyha felvetődik a kérdés, hogy mi itt, akkor a megoldás, ugye? Tehát a szervezetünk igenis arra alkalmazkodott, hogy minden feladat előtt, mint egy szükséges, a stressz hatására, a kihívások hatására, hogy megemelkedjen a vérnyomás. A főnöknek nem mehetünk neki, vagy nem csupálhatjuk meg, hogy levezessük azt a feszültséget, amit esetleg az ő provokációja kiváltott. Így az a vérnyomás bennünk marad, és állandóan fokozza a bennünk lévő feszültséget, az erekben a nyomást, a vérnek a nyomása fokozódik a vérerekre, és ilyen esetben csak is egyetlen megoldás van, ezt a feszültséget levezetni. Most fizikai aktivitással, akár kocogással, akár sétával, vagy bármilyen más fizikai megerőtetéssel kell levezetnünk, hogy a szervezetünk vissza tudjon térni arra a nyugalmi állapotra, ami gyakorlatilag visszavezeti a vérnyomást is a normális értékre. Eddig a magas vérnyomásról beszéltünk, Juhu. most néhány szó égesen szó azokról is, akiknek esetleg alacsony a vérnyomása, mik ennek a tünetei, és mi okozza az alacsony vérnyomást. A vérnyomás több tényezőtől függ, tehát elsősorban függ a vérmennyiségétől, a vérerek állapotától és a szív állapotától. Tehát abban az esetben, hogyha a vérereknek a fala az képezi a határt, ugye a, a, vér állomány ellen, annak a határát határolja be, ugye, és akkor oda vezeti minden egyes porcikánkba, tehát nincs a szervezetben olyan pont, ahova nincs szükség a vérre, mivel a vér táplálja a szöveteket, onnan elhozza az elhasznált anyagokat. Ugye tehát abban az esetben, hogyha az illetőnek ilyen labilis, vagy gyenge a vér ereinek az állapota, tehát az Idegi állapota annyira labilis, vagy annyira gyöngének érzi. Tehát alkatilag gyöngéből alkatú emberről van szó, akiknél a vérerek nem tudnak olyan mértékben összehúzódni a különböző feladatoknak az elvégzése folytán. Abban az esetben, ugye leggyakrabban az agyban nincs megfelelő vérellátottság, és ezért ugye szédülnek, esetleg könnyebben elájulnak, mivel az agy a különböző momentumokban nem tudja megkapni azt a vérmennyiséget, amire az adott pillanatban szükség van. Hogy ilyenkor mi a megoldás? Nyilván az a megoldás, ugye, hogy fokozni kell a szervezetben ezt az energiaszintet, tehát bármilyen fizikai gyakorlat, akár néhány legugolás, akár bármilyen legegyszerű fizikai aktivitással olyan impulzust adunk a szívnek és a vérereknek, hogy azok úgymond beindulnak, és ebből kifolyólag megnövelik a fizikai aktivitás által a vérereg és a szív állapotát, javul a vérkeringés, a betegnek elmúlnak a tünetei. Tehát akkor összegezve az egészet, a sport, a fizikai aktivitás segít az alacsony és a magas vérnyomás esetében is. Tehát sportoljunk, mozogjunk legalább naponta egy rövid időszakot, ha jól gondolom, ezt elmondja, hogy mennyit lenne célszerű. Az az ajánlás, hogy legalább naponta fél órát de olyan módon, hogy az illető akkor valóban a fizikai aktivitásra fordítsa a figyelmét. Tehát akkor ne olyan fizikai aktivitás legyen, hogy most rohan az önkiszolgálóba, vagy rohan a buszra, vagy bárhova, hanem akkor direkt ennek szentelje azt az időt, amit a fizikai aktivitásra szán. Tehát fél óra önfelett séta, és az alatt fel tudja mérni mindezeket a gondokat, amelyek egész nap gyötörték. Ha még pontosabban akarjuk, ugye mindinkább teret hódít az az elv, hogy legalább naponta 8-10 ezer lépést kellene megtenni mindenkinek, hogy ezeket a feszültségeit levezesse és a szervezetét idéző elek között megszabadítsa a gondoktól és a különböző gyötrelmektől. Tehát ha ezeket betartja az illető akkor nagyon nagy valószínűséggel, főleg a kezdő vérnyomásosok megoldják a napi problémájukat, esetleg nem is lesz vérnyomás emelkedésük, és főleg nem lesz gyógyszerre szükségük, adott esetben nem kell pánikosan félniük attól, hogy gyógyszerekre lesznek ráutalva az életük folyamán.